Tatán az öreg tó a melegvízű forrásainak köszönhetően nem fagyott be, még a kemény télen sem. Így a környék egyetlen élelemlelőhelye maradt ebben a nagy hidegben. Valószínűleg ez volt az oka annak is, hogy egy nem mindennapi látványban lehetett része a tataiaknak, ugyanis több héten keresztül több mint 300 nagy testű madár lepte el a belvárost és a vár környékét. Ez annak tudható be leginkább, hogy a táplálkozási helyeik ugye visszaszorultak, és a környező területeken lévő melegvizes források, illetve a vízmozgás miatt itt tudtak maguknak olyan könnyen táplálékot szerezni, hogy megérte nekik ide a városba, úgymond az emberek által bolygatott városba bejönniük. Ezért nem kevés halat fogyasztottak az elmúlt időszakban, és ugye a különböző helyeken az ürülőkükkel is elég sok problémát okoztak. A helyieknek látványos volt a sok madár, de a tó életében ez óriási károkat okozhat. A rengeteg szárnyas ugyanis megtizedelheti a halak állományát. Aki halas tavakkal, illetve tógazdálkodással foglalkozik, az meghallja a kormorán, illetve károkaton a kifejezést, az már a haja égnek áll, mert tudjuk azt, hogy egy nagyon intelligens és nagyon ügyes madárról van szó, ami rendkívül sok halat tud időegység alatt kifogni a tóból. A riasztásuk tehát nem egyszerű, pedig több módszert is bevetettek, hogy előzzék a madarakat, ezzel védve a tóhalait. Az időjárás és a nehezen elérhető kevés vízfelület azonban megnehezítette a környezetvédők dolgát is. Amikor nagyon nagy hidegek voltak, abszolút nem volt hatékony, hiába csörögtünk, zörögtünk mindenféle, meg ilyen ostorral is próbáltuk riasztani a nagy hanggal. Hát csak fölrepültek, arrébb mentek, vagy fölrepültek a várfalra, arra a nagy fára, vagy arrébb mentek, és itt maradtak, nem mentek el, pedig ez nyáron a természetes közegben egy nagyon óvatos madár. Tehát az ember közeléből azonnal elmegy, hogyha meglátja őket, és itt meg egyszerűen nem bírtunk velük. A felmelegedés miatt a madarak nagy része már odább állt. A hátrahagyott nyomaik azonban még sokáig emlékeztetni fognak mindenkit a nem mindennapi hidegre és a belvárost ellepő nagy testű madarakra.